Nyugi, azért most nagyon fura, hogy ott ülsz. Mondtam. Nem. Sziasztok, Matilda vagyok, és a mai videó a márciusi összegzésem lesz. És mint feltűnhetett, más a háttér. És ferde. De a ferdeségével nem tudok mit kezdeni, mert a ház ferde, meg a szoba, meg a padló, meg minden, úgyhogy ez a legjobb, amit ebből ki tudok hozni. Márciusban nagyon sok könyvet sikerült kiolvasnom, igazából ezek alapvetően rövidebbek is voltak, azért ilyen sok, de nem baj, attól még örülök magamnak, hogy ennyit kiolvastam. Úgyhogy nézzük is, mert ha jól számoltam, 15 könyvet fejeztem be a hónapban, ennek körülbelül a felét fel is tudom mutatni, a többit már majd szépen bevágom ide. Szóval nézzük is akkor, hogy miket olvastam ki. Az első könyv, amit befejeztem márciusban, az Gaston Leroux, akárhogy is kell franciául kiejteni a nevét. Szóval tőle volt az Operaház fantomja, ez egy francia szerzős kötet, és mielőtt ez a videó kimegy, már kiment hozzá a Barangolás Európában rész, úgyhogy azt ide be fogom linkelni. Nem, mert ide fogom belinkelni. Ez most megzavar, most a másik oldalon van a hifi, és eddig az az oldal volt a linkelős oldal, most már ez az oldal a linkelős oldal. Igen, egyébként, hogyha lesz új könyves polcom, akkor megint változni fog a háttér. Csak szólok előre. Szóval ez volt az első könyv. Ez ugye az Operaház fantomja musical alapja. Igazából tetszett, nem volt egy olyan hű, de nagyon jó könyv, de azért örülök, hogy végre el tudtam olvasni, de a Barangolás Európában részben jobban kifejtem a véleményem. Ezek után, csak hogy folytassam a krimis vonalat, elég sok krimit sikerült kiolvasnom a hónapban, mert az Operaház fantomja is krimi, úgyhogy gyakorlatilag az annak volt jelölve. A következő is egy thriller krimi, ez pedig Lucy Foley-tól a Vadászparti. Ezt a 21. század kiadótól kaptam meg recenzióba, úgyhogy ezután is köszönöm a kiadónak. Ezt még a nővéremék ajánlották nekem, mert ők olvasták szilveszter körül, mert ez egy szilveszterkor játszódó történet. Ezt a könyvet, ahogy néztem, nagyon sok embernek nem tetszett, mert hogy nem egy olyan tipikus krimi, tehát nem ez a megyünk, gyilkolászunk és nyomozunk könyvtörténet, hanem ez jobban ilyen lélektani. Oké, úgy látom ebből a szobából is jó lesz videózni. Azt hiszem most egy gyereket ölnek az ablak alatt. Szóval ez jobban az ilyen háttérmozzanatokat tárja föl. A lényeg az, hogy egy ilyen 30-as éveikben lévő baráti társaság elmegy a skót hegységekbe egy ilyen Isten háta mögött lévő modern kunyhóba szilveszterezni. És amit tudni kell erről a baráti társaságról, hogy hát igazából már gyakorlatilag csak ezeken a közös szilveszterken jönnek össze, és nem olyan szorosan tartják a kapcsolatot, csak így próbálják fönntartani még ezt a barátságot. És ezen a szilveszteri bulin történik egy haláleset, a baráti társaság egyik tagja meghal, és a könyv így a múltban és a jelenben játszódó két idősíkon tárja föl, hogy mi történt, és hogy hogyan jutottunk el oda, ami történt. Szóval nem egy ilyen nagyon gyilkolászos kötetről van szó, és szerintem ez vezet nagyon sok embert félre. Eléggé, tehát hogyha elolvassuk a hátulján, meg az elején lévő ilyen ajánlásokat, nagyon másra számít az ember. Én például nem tudtam abszolút, hogy miről van szó, tudtam, hogy valaki meghal benne. Így ennyi volt, meg nővéremék azt mondták, hogy jó, én elhittem nekik, nekem tetszett, tehát egy 4 csillagos kötet lett a végére. Igazából tényleg arról szól a könyv, nem is a gyilkosság az csak úgy benne van, tehát ne azért olvassa el valaki, hogyha azt várja, hanem arról szól, hogy egy barátság, ez a baráti társaság igazából már nem barátokból áll, és hogy ők széthullottak. És valahogyan igazából ez fog valamilyen mértékben oda vezetni ahova, szóval ezt ilyen szempontból érdekes olvasni. Amúgy a karakterek nagy része eléggé nem kedvelhető, ez nem volt magyarul értelmes mondat, szóval a karakterek nagy része nem túl kedvelhető. Mindenkinek vannak nagyon rossz tulajdonságai, és ez majd ki is fog jönni a könyvben. De ettől függetlenül maga a könyv nekem tetszett, meg ez a barátság felderítése és hogyan esett szét része, ez nekem tetszett. Meg valamennyire most éppen ismerős szituáció is volt nekem, úgyhogy jókor olvastam igazából ilyen szempontból ezt a kötetet. Szóval nekem tetszett, de tényleg ne egy ilyen szuper izgalmas, nyomozásos, véres krimire gondoljon valaki. Hiába a hátulja a sugalja mondjuk. Nem olyan.
Jó, következő befejezett könyvem a BookTube könyvklubbal közös havi könyvünk volt, ez pedig Francis Hodgson Burnett-től. Nem tudom a középső nevét, hogy kéne kimondani. Van egy D, egy G és egy S egymás után, fogalmam sincs, hogy kell kimondani. Burnett-től, szóval Francis Hodgson Burnett-től. A titkos kert volt, ugye ez az általam gyűjtött szép kis kiadásban. A titkos kertet azóta szerettem volna elolvasni, hogy tavaly, azt hiszem láttam belőle a 90-valahanyas filmet talán, és ez nagyon tetszett, ráadásul ugye ebből kijöttek ezt a... Na, szóval ebből ugye van ez a gyerekkönyv kiadás, amit én gyűjtök, és nagyon örültem, hogy bekerült a közös könyveink közé, mert így el tudtam olvasni, illetőleg volt okom megvenni ezt a kötetet. Igazából nekem nagyon tetszett a titkos kert, egy végtelenül bájos történet, és nagyon szép jelenfejlődések vannak benne. Ráadásul ugye március van, nyílnak a virágok, tavaszosodik az idő, bár már április van, na mindegy. Belinkelem ide, Evelynnél volt a közös könyv, vagy hát a kibeszélő a könyvről, szóval azt meg tudjátok nézni, ott bőven kifejtjük a véleményünket a könyvről. De igen, szóval tetszett, mert a padlásszoba kis hercegnője is tetszett az írónőtől, és ez is egy nagyon bájos kötet volt. Na, és aztán úgy esett, hogy márciusban előfrizettem Scribd-re, ami hát egy ilyen oldal, ahol mindenféle dokumentumok, könyvek, PDF-ek, hangos könyvek, minden van, amit az ember el tud képzelni, és ugyan elkönyvezéshez nem túl jó, mert hogy nem tudom áttenni a Kindle-ömre a könyveket, viszont tele van rengeteg hangos könyvvel. Úgyhogy nagyon sok hangos könyvet kihallgattam a hónapban Scribd-ről, többek között a 39 kulcsnak már 4 részét. Ugyanis a 39 kulcs első részét ugye Rick Riordan írta, én ezt elolvastam. De azóta nem folytattam, és moly.hu-n van egy Rick Riordan plecsni, ami azt akarja, hogy el kell olvasni Rick Riordan minden magyarul megjelent kötetét. De most mivel én ilyen nagy Percy Jackson fan vagyok, mint a fölöttem lévő polcon látható, már mindent olvastam tőle, ami az az univerzum, kivéve a 39 kulcsokat. De az a helyzet, hogy Rick Riordan írta a 39 kulcs első részét, és a 11. részét. Ami azt jelenti, hogy a plecsni és közöttem jelenleg állt március elején még 10 könyv, amit más emberek írtak, nem Rick Riordan. Viszont fönn voltak Scribd-en, és ilyen 4-5 órás hangos könyvekről beszélünk, úgyhogy nekiálltam, hogy ezeket én most kihallgatom, és kihallgattam a második, harmadik, negyedik és az ötödik részét is már, úgyhogy félúton vagyok, mindjárt meg lesz a Rick Riordan plecsni. Ezt most így egybe fogom értékelni. A helyzet az, hogy mivel a köteteket, ezt a 11 részt úgy 5-6 ember írta, 5-6 különböző ember, a köteteknek a minősége meg élvezhetősége az ilyen nagyon hullámzó tengelyen, skálán halad. A második rész az azt hiszem az annyira nem jött be, a harmadik az egy picit jobb volt, a negyedik az sokkal jobb volt, az ötödik megint egy picit rosszabb, szóval ez jelenleg így nézett ki. Érdekel igazából, hova fog kifutni a cselekmény, de jobban érdekel az, hogy kihallgassam a könyveket és meglegyen a Rick Riordan plecsni. Én gyanakszok arra, hogy a hangos könyvet olyan ember olvassa föl, akinek nem tudok a stílusával se azonosulni, ez olyan furcsa, nem tudom. De maguk a kötetek is olyanok, hogy valamikor annyira gyorsan jönnek egymás után a cselekmények, hogy így egyszerűen nem tudom követni, és akkor teljesen elveszít engem a hangos könyv. Valamikor meg tök jó a sebesség, nem tudom, mindegy. Végig fogom hallgatni az egész sorozatot, hogy meglegyen a 11. rész, mert nem akartam azt, hogy elolvastam az elsőt, és egyből utána a 11-et olvassam megint, mert azért csak érdekelne, hogy jutunk el a 11. részig. De számomra ez a sorozat nem túl erős. Gyanítom, azért adtam 5 csillagot az első részére, mert Rick Riordannal elfogult vagyok. A többi írót pedig nem ismerem, aki a többi részt írta, ezért velük nem vagyok elfogult és szigorúban ítélem meg őket. Fogalmam sincs, valószínűleg ez van a pakliban. Ha az egészet Rick Riordan írta volna, valószínűleg sokkal jobban élvezném. De így annyira nem. Tehát, hogy ilyen tényleg nagyon minőségbeli ingadozás van a részek között. Most majd folytatom valamikor a 6., meglátjuk mi lesz. Aztán csak, hogy a krimi vonatot még kicsit meglovagoljuk, elolvastam a Senki fiát Harlan Coben-től, amit még a Jaffa Jaffa kiadótól
hova, na pont kitakarom, mindegy, kaptam nyár végén talán, mindegy, ez pár videóban már benne volt, de még nem olvastam el, egyrészt azért, mert apa azt mondta, hogy nagyon rossz, és így féltem tőle, és amúgy nem volt nagyon rossz, mert mint hogy kicsit becsapja az embert a könyv, tehát hogyha elolvassa valaki a fülszöveget, megnézi a, mi ez, a címét, nagyon másra számít. Igazából olvastatta magát a könyv, úgyhogy ebből a szempontból teljesen jó volt, semmi problémám nem volt vele, egy 3-4 nap alatt kiolvastam, ami teljesen jó tempó egy ilyen hosszúságú könyvnél nálam. Ami furcsa volt, hogy igazából semmi meglepő nem történt ebben a részben, mert hogy előre kikövetkeztették a sztoriban a karakterek, hogy mi történt, és aztán tényleg kb. Az történt, szóval nem voltak olyan nagy fordulatok benne. Egy darab fordulat volt, amit nem láttam előre, az volt az egyetlen egy, amit tényleg ilyen hú, wow, ezt nem láttam előre, de az összes több olyan volt, hogy így nem mozgatta meg az embert, mert ja, ezt kb. Kitaláltad előre. Ami miatt nagyon csalódott voltam a könyv végére, az az volt, hogy itt van benne ez a szereplő, ez a Wild, akit gyerekként találtak az erdőben, ez benne van a fűszövegben is, úgyhogy nem spoilerezek ezzel, és hát, hogy nem emlékszik semmire az előtről, meg hogy honnan került oda, de van egy ilyen flashbackje, vagy egy ilyen visszaemlékezése valamire, ami még azelőtt történt, hogy ő az erdőbe került volna, nem tudom, valami ilyesmi. És azt írja a fülszöveg, hogy ennek köze van a jelenhez, vagy hogy valahogy a jelenben lévő eseményekkel együtt derül fel a múlt, valami ilyesmi, de ilyen még magában a könyvben is van így utalás erre, és amúgy nem. Semmit nem tudunk meg erről, és az ember azt hinné, hogy elolvassa a fülszöveget, és elkezdi a könyvet, és ezekről mind szó van, és így benne van, hogy akkor ezzel fogunk kezdeni valamit. Nem, ez csak úgy van, és aztán végig letelik a cselekmény, és nem kezdünk vele semmit. Ami hihetetlen nagy csalódás volt számomra, mert így vártam, hogy majd ez ki fog derülni, vagy valami ki fog derülni, hogy mi történt Wilddal a múltban, és hogy került az erdőben, és lett egy ilyen tarzanos vonala a cselekménynek, és nem derül ki. Nincs róla szó utána. Nem ez a rejtély, úgyhogy ez egy kicsit ilyen becsapás volt benne szerintem, nem tudom. És nem sorozat tett, hogy azt néztem, hogy elvileg ez csak így, nem tudom. Nem láttam volna majd pont, hogy sorozat lenne, úgyhogy... Ja, így elég csalódás volt a végére a könyv. Amúgy a végéig tök jó könyv volt, aztán amikor rájöttem, hogy ebből nem fog semmi kiderülni, akkor rájöttem rá, hogy igazából így ebből a szempontból csalódás. De amúgy nem volt rossz, tehát hogy olvastatta magát, tényleg fönnmaradtam, hogy olvassam, mert amúgy izgalmas volt, csak aztán elhitette, hogy izgi dolog lesz, és aztán nem történt túl izgalmas dolog. Ez így érthető. Szóval így valahogy így állok ezzel a könyvvel. Mást ígért, mint amit kaptam igazából. Márciusban zajlott a könyvcamping tavaszi fordulója, 2021 tavaszi forduló. Idén végre részt vettem a könyvcampingen, nem úgy, mint a tavalyi őszi körön, azon nem igazán tudtam. Most se nagyon, mert a könyvcamping alatt én éppen szobát váltottam, úgyhogy igen, a héten egész végig pakoltam, és csak úgy a hangos könyveket tudtam viszont hallgatni pakolás közben, arra jó volt. És a könyvcampingen közös könyvünk volt a Fák titkos élete Peter Wollebentől, németes voltam, kis németes, hogy kell kimondani, Peter? Peter? Nem tudom. 4 év német kárba veszett. Szóval, a Fák titkos élete. Ez egy ismeretterjesztő kötet, amitől először tartottam, mert nem olvasok sok ismeretterjesztő könyvet, és el nem tudtam képzelni, hogy egy fákról szóló könyv, ami majdnem 300 oldal angolul, majdnem 300 oldal, magyarul csak 200, miről tud szólni. És mekkorát tévedtem? És mennyi mindent tanultam ebből a könyvből. Nagyon tanulságos volt, nagyon máshogy tekintek mostantól a fákra és a növényekre, mindenféle növényre és fára. Úgyhogy nagyon-nagyon tudom ajánlani ezt a könyvet. Ide belinkelem a közös könyv kibeszélőt, ami szintén Evelynnél volt, úgyhogy majd azt nézzétek meg. Nem, nincs benne spoileres rész, mert hogy fákról nem nagyon lehet spoilerezni. Mindegy, nézzétek meg, tanulságos. Tényleg csak ajánlani tudom, nagyon. Nagyon érdekes olvasmány volt ahhoz képest, hogy tartottam tőle. A következő 3 könyv a Spiderwick krónikák folytatása lesz, amit elolvastam. Ez volt a Spiderwick krónikák a folytatás
Egy, a vízi tündértala. Második rész volt a Behemoth veszély, és a harmadik része volt a végső küzdelem. Ez most rohadtul nem sorrendben van. Ja, de így. Oh, ez az. Ezeket a könyveket az Cicerótól kaptam. Azért örültem ennek nagyon igazából, mert én a Spider-Wick krónikákat olvastam, az ugye az alapöt rész, ez meg annak a folytatása. Igazából nekem az eredeti öt jobban tetszett ettől a háromtól. Ez is jó volt, csak nem tudom néhol. Voltak helyek, ahol nekem kicsit ilyen furcsa volt. Belekeveredtek az eredeti Spider-Wick krónikák karakterei is, és nagyon máshogy viselkedtek, mint ahogy én arra emlékeztem. Ami lehet csak az emlékezetem problémája, nem a könyveké. Na mindegy, amúgy ez is nagyon jó volt, meg nagyon élveztem ezeket a köteteket is, de továbbra is az eredeti az nagyobb favorit ettől. Ettől függetlenül örülök, hogy ezek is megvannak, mert gyorsan, kiolvasható, könnyebb kis sztorik, szóval ebből a szempontból teljesen jó kis kikapcsolódást nyújtanak. Aztán, szintén könyvkemping miatt kiolvastam Tracy Baptist-től a The Jambies című könyvet, ami a The Jambies című sorozat első része. Erről majd lesz külön videó is, mert hogy az írónő Trinidadi szerző, tehát egy barangolás Amerikában várható belőle. Viszont először el akarom olvasni a második és harmadik részét is a sorozatnak. Ezt már el is kezdtem, mert hogy ezt hangos, nem, ezt elkönyvben olvastam, és a második-harmadik részét pedig majd hangos könyvben hallgatom ki, mert fönn vannak azok is scripten, és viszonylag rövidek, úgyhogy gyorsan meg leszek velük szerintem. Ez a történet egy mitológián alapszik, amit én alapból a Percy Jackson miatt ugye már szeretek. Csak hogy ez ilyen trinidadi, mármint a szerzőnőnek a gyerekkorában hallott tündérmeséi és mitológiái alapján van megírva. Ugyan nem pontos leírásokat használ, tehát hogy saját maga kicsit alakítgatta ezeket a mitológiai lényeket, meg van olyan, ami nem onnan származik, csak ő találta ki. Ettől függetlenül egy érdekes világot ad az olvasónak, és egy nagyon gyorsan kiolvasható könyvről beszélünk, tehát hogy igazából rövid, de érdekes, és nem történnek benne legalábbis az események szerintem olyan túl gyorsan, mint mondjuk most így a 39 kulcsokban, tehát hogy ahhoz képest lassabban történnek. Viszont tényleg nagyon érdekes egy más kultúrának a tündérmeséiről olvasni lényegében. Ezek vannak beleitatva a történetbe, miközben egy kislányt követünk végig, Korint, akinek az édesanyja már nem él, és az édesapjával él, és narancsfákat. Hát nem ültet, de narancsfákat gondoz. És ebben jönnek be ezek a jambik, amik ezek a tündérlények, vagy mesebeli lények, vagy nem tudom, hogy kéne pontosan megfogalmazni azt, hogy mik ők. Ezek a lények, a jambik, ebből vannak különbözőek, és mindegyik mást csinál. Hát itt történik egy kis összezörrenés a jambik és az emberek között, és erről szól a történet. Így az első kötetben, de mondom, majd elolvasom a második, harmadik részt, és az egész sorozatról fogok csinálni egy barombolás Amerikában részt. De nekem nagyon tetszett ez a kis történet, úgyhogy igazából nem tudok rá olyat mondani, ami ne tetszett volna benne, úgyhogy így megkapta simán tőlem az öt csillagot, mert amúgy meg nagyon élvezetes volt, és úgy kellett visszafognom magam, hogy könyvkemping előtt ne fejezzem be. Aztán kiolvastam még a hónapban David Attenborough-tól az Egy élet a bolygónkon. Igen, úgy kell. És ezt most nem tudom felmutatni, mert a nővérem és most ő olvasta, tehát nincs nálam. Ezt ugye David Attenborough írta, a természetfilmes és természetvédelmi aktivista. Szerintem David Attenborough-t nem kell bemutatni. És hát ez a könyv arról szól, hogy igazából az életéről, így természetfilmekkel, meg a természet alakulásával összefogva. Aztán arról, hogy mi várható a következő évtizedekben, ha az emberiség nem változtat a hozzáállásán a világhoz és a föld kihasználásán nem változtat. Aztán arról, hogy hogyan lehetne elkerülni a katasztrófát. Ledöbbentő könyv volt, én tudtam, hogy nem vagyunk túl jó helyzetben ilyen klímaváltozás és egyéb dolgok terén, de azt nem tudtam, hogy ennyire. Tehát ez már nagyon olyan kategória volt, hogy fú, nagyon rosszak vagyunk. És ez ennyi kifejezés. Szóval igen, szerintem ezt a könyvet mindenkinek el kéne olvasnia, már csak azért, hogy képbe kerüljön azzal, hogy
hogy milyen helyzetben van az emberiség maga. Mert igazából, hogyha mindenki kicsit tudatosabban állna hozzá az élethez, már az is sokat jelentene. Tehát, hogy például a könyvben az van, hogy 2030-as években már komoly problémáink lesznek, például teljesen el fognak olvadni nyaranta a északi és déli jégsapkák, onnan kiszabadul egy csomó vírus, meg ilyenek, szóval a zombi apokalipszis simán benne van a pakliban, és 2021 van. 21 éves leszek idén, 2030-as években már ilyen dolgokkal kell szembenéznünk, úgyhogy igen, úgy jó lenne tenni valamit, szóval igen, olvassátok el, tényleg, csináljátok. Én azt mondom, hogyha valaki csak egy könyvet elolvas egész életében, ez legyen az. És még most legyen meg, mert még most tudunk tenni az ellen, hogy bekövetkezzen, amit David Attenborough ír. De ahhoz most, konkrétan most azonnal kéne tenni valamit, és igen, globális szinten. De egyébként, hogyha valaki nem akarja elolvasni, van hozzá egy Netflix film, és az nagyjából összefoglalja a könyvet, bár nyilván a könyv részletesebb, de akkor legalább a Netflix filmet nézzétek meg. És az utolsó könyv, igen, mert a 39 kulcsokat végigmondtam, az Hétvári Andrától volt a Pettyes Katicám, amit a Napkút kiadótól kaptam, amit ezután is köszönök. És ez egy ilyen kis verses kötet, amiben 4 évszakra vannak gyerekversek. Különre nagyon cuki, tehát ezt most itt mutatom. Benne van? Ez a kis katica, ez nekem a kedvencem. Nagyon édes, meg amúgy a belső illusztrációk is nagyon... Ezt így nehéz mutatni. Nem tudom, mindegy. Szépek és aranyosak, pont sikerült megtalálnom a dagi verebeket. Tehát, hogy nagyon-nagyon cuki, édes belső illusztrációi vannak, meg külsők is. Viszont meg strapabírónak is tűnik, hogy egy gyerekkönyv, tehát, hogy vagy egy gyerekeknek szóló kötet. Hát a versek azok gyerekversek, egyszerűek a rímek, meg ilyen gyerekeknek könnyen tanulhatónak gondolom. Nem tudom, nem szoktam nagyon gyerekverseket olvasni, amúgy sem nagyon olvasok verseket. Oh, az a telefonom volt. Aranyos kötet volt, igazából ezt tudom róla elmondani. Nekem, mint hogy nem vagyok nagy versolvasó, ezek a versek nem voltak, mármint hogy nem ütöttek nekem nagyon, de gyerekversek és egyszerűek, és igazából aranyosak voltak azok is, de nekem így igazából, hú, mennyi igazából, mondtam az elmúlt 5 percben. Szóval nekem az illusztrációk alapból most jobban tetszettek meg, jobban felkeltették az érdeklődésemet, mint maguk a versek. Úgyhogy az illusztrátornak, aki Baracsi Gabi, neki is egy nagy pacsi, mert nagyon, nagyon szépeket rajzolt. Tehát hogy én itt a kis madarakon, ezeken a kis dagiben, Rebeken teljesen kihaltam, vagy 10 percig vinyogtam fölöttük, hogy milyen édesek, szóval. De kisgyerekeknek valószínűleg tetszenek, tehát hogy nem 20 éves kisgyerekeknek, mint ami én vagyok, hanem kis-kisgyerekeknek. Én ezeket a könyveket fejeztem be márciusba, és remélem, hogy jól mondtam, és tényleg 15, mert ennyinél már hajlamos vagyok elszámolni. Kommentben pedig írjátok meg, hogy ti milyen könyveket fejeztetek be a hónapban. Köszönöm, hogy megnéztétek a videómat, hogyha tetszett, nyomtok egy like gombot, és iratkozzatok fel a csatornára. Sziasztok, viszlát a következő alkalommal! Hello. Így messziről. Mi van, így nem merészkedsz?